Közlekedő és parkoló autók város szerte mindegyiknek rendelkeznie kell kötelező felelősségbiztosítással. A 2010 előtt vásárolt gépjárműveknél a biztosítási évforduló január 1-e. Akik váltani akarnak, szerződésüket december 1-jéig kell felmondaniuk, és az év végéig meg kell kötni az újat. A biztosítóknak az új díjakról november 11-éig kell tájékoztatniuk az ügyfeleket. November 12-én már a kezembe kell lenni a meglévő biztosítót, annak a díjajánlat a következő évre. Amennyiben ez egy 5-10% növekmény, én nem változtatnék a biztosítási, tehát nem is mennék utána, mert azt mondanám, hogy jó, automatikusan maradjon az a szerződés. Mert hogy a szakemberek azt mondják, a díjak átlagosan 15%-kal emelkednek. Ennek az átlagosnál több baleset és a munkaerő hiány az oka. Ha egy tavaly egy B6-ban voltam és nem okoztam kárt, akkor egy kedvezőbb besorolásba megyek, ahol kedvezőbbnek kellene lenni a díjamnak, de így is látok egy 5-20%-os áremelkedést. Tehát áremelkedés az biztosan van, de én ezt azt mondom, hogy ha mellé nézzük, hogy fizetek 20-40 ezer forint éves díjat, de adott esetben egy személyes sérülés kárnál 1,9 milliárd forintig helytáll helyettem a biztosító, azért ez meggondolandó, illetve 300 millióig vagyoni jellegű károk esetében. A magyarországi biztosítási díjak egyébként európai összehasonlításban még mindig a legolcsóbbak közé tartoznak, mondják a szakemberek. Az itthoninál csak Romániában és Litvániában lehet olcsóbban biztosítást kötni.